Szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor mindenféleképpen látogass el a g2e.com-ra, a link a leírás. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT-dan és termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintű megéri bekövetni. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na, hello mindenkinek, sziasztok, Sáckéder vagyok, és most ebben a videóban nem más lesz, mint meg fogjuk szivatni eléggé durván a kasszásokat, ugyanis nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy egyetlen meddig fogják vajon bírni, hogy bevenjünk, és mindenféle butaságot fogunk tőlük, úgymond kérni, szóval, ja, tesszük is le, eljöttünk most a CBA-ba, mert hát úgy gondoltam, hogy ugye előzőleg a Tesco-ba voltunk, most menjünk a CBA-ba, miért ne, próbáljunk ki új boltokat, meg ilyenek. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha mindenféle butaságot próbálnánk mondjuk megvetetni, mondjuk mit tudom én, mondjuk mi lenne, hogyha megvennénk ezt, esetleg, meg mondjuk, mit vegyünk még meg? Mondjuk kérjük egy gyémántot, mondjuk mit tudom én, mik vannak még itt? Nem, vegyünk még egy vízes vödröt, ez még úgy vicces lesz. Na jó, oké, menjünk is szépen a kasszához, amúgy itt mik vannak, szupportosok. Hát oda most nem megyünk el, nem annyira érdekelnek. Na, menjünk is szépen a kasszába, jó napot kívánok, hello, jöttem fizetni, meg ilyenek, itt vannak a vásárolt cuccaim. Szia drágám, hello, szia, jó napot, nos, kérném ezt a sínt, de lehetne esetleg, hogy a sínekről levennék a hosszú cuccokat, mert igazából nekem csak a két oldala kéne. Szeretném karónak otthon, nem tudom hova, vagy mit tudom én. Szeretnél? Elmondtam, azt a sínt kérném úgy, hogy leveszi a közepéről ezeket a cuccokat. Igazából csak annyit fizetnék. Ez a gyémánt, nem tudom, hogy mennyibe kerül. Mennyi ennek az árának a gyémántnak? 10 arany? Mit szólna az, hogyha mondjuk fizetek érte 5-öt, jó? Oké, adok érte 5-öt, és akkor az úgy pontosan tökéletes lesz szerintem. Szerintem az úgy jó lesz, hát most nem akarom itt túlizélni, de a másik boltba is 5-ért adják, aztán ja, nem, bocsi. De 5 arany, ez a végső, de hogy nem, jó van, akkor viszont ezt a vödröt kérném víz nélkül. Köszönöm, ennyi lenne, köszönöm szépen, semmi más. Ennyi dehidratált vizet ne adjak? Szegény. Ja, Istenem, szegény. Nem, ennyit kérnék akkor igazából, ennyi lenne. Köszönöm szépen. De most mit akarsz, azt mondjad. Elmondtam, ezeket a... De most miért adod vissza, vagy most mi van? De ezeket szeretném megvenni, most mi a probléma? Jaj, Isten, na, szóval ezt kérem 5 aranyért, ebből csak a vödröt kérem, és ennek meg csak így a szélét léci, vagy érted, csak a szélét, azt a vasas részed. A fát nyugodtan dobja ki belőle. De ez nem a piac. Hát de most mi ezzel a baj? Nem értem, mi ezzel a probléma. Ezeket kérném szépen. Na, mi az? Nem kapom meg? Vagy mi? Itt mindent úgy veszünk, ahogy van. Ja, aha, hát én ezt nem tudtam. Annyit, amennyibe kerül. Aha, jól van. Hát oké, na, hát akkor jó, ezt nem tudtam, jól van. Akkor viszont nincs alkudozás, jól van. Akkor viszont ezt szeretném 6 aranyért. És ezt szeretném ugyanígy. Ezt pedig akkor, mit tudom én, akkor erről a vasakat szedjele és a fás részét kérném. Oké, rendben, köszönöm. Tudja én mit szeretnék? Na mondjad, mit szeretnél? Azonnal felmondani. Nem már! Nem már, de most kajak! Szegény! Na jó van! Jó, gyors, ezeket rakjuk vissza. Nem már, ki felmondott. És ez komoly? Ó, Istenem, csóró, de nem már! Istenem, nem akartam azért, hogy kilépjen vagy bármi, de hát igazából már mindig már megtörtént, nem tudok mit tenni. Csóró, és ki sajnálom. Na srácok, én szépen a cuccokat én, de visszapakolom, aztán nem tudom, majd valami lesz, nem tudom. Mindegy, oké, hát mindegy, akkor igazából kirédzseltetünk egy kasszást eléggé durván. Wow, azért nem gondoltam, hogy ennyire ki fog rédzselni, de mindegy. Itt mi folyik? Hello, jó napot, maga ki? Vagy nem tudom, mit szeretne. Az utolsó kasszásom is kilépett? Ezt nem hiszem el. Tehát magáé a CBA? Oké, hát ezt nem tudtam. Jó napot. Hát igen, kilépett. Igazából... Hát egy kicsikét fejdegestette magát a vicceimen, de hát maga nem szeretek kasszás lenni? Hát igazából miért is ne? Srácok, könyörgöm. Hát figyeljem. Srácok, kipróbáljuk a kasszás cuccot kétszeres, és hú, nagyon menő. Hát szerintetek srácok,
csak vállalj el. Jól van, oké, elvállaljuk, de azért megkezdve a nézőimet. Na srácok, szerintetek legyünk kasszások? Ugye azt akarjátok, hogy legyünk kasszások, akkor nyugodtan írjátok le a kommentbe. Bár igazából amire leírnátok, addigra már úgyis elvállaltam, szóval tök mindegy. Oké, leszek kasszás, menő, oké. Király, valljuk a kasszás dolgot. Mennyi izé van, itt vannak a visszajárók. Köszönöm, nincs mit, jó van, oké. Jó munkát, köszi. Na, oké, hát akkor vagyunk bele a kasszás dologba. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán milyen lesz, meg mennyire fogom bírni, mert ugye előbb is eléggé, nem tudom. Jó, én is eléggé durán kirédzseltettem azt a kasszást, de hát na, azért eléggé könnyen felidegesítettem magát. Én azért egy kicsit jobban bírom, én azért ennyi nem tudok ideges lenni mindenem meg ilyenek. Jó napot kívánok, mivel szolgáltok? Jó napot! Jó napot, mit szeretne? Menjen kérem oda, álljon be! Ide kérem így álljon be, ide, itt úgy tökéletes, jó van. Jó napot, mivel szolgáltok önnek? Gyufát. Oké, rendben van, gyufa. Alvilági tégla. Hát oké, rendben van, de ez egy de csak egy darabot. Hogy lehet, hogy egy darabot, vagy mi? Egy darab gyufát szeretne? Egy szálat. Haj, nem áll. Most ez, tudja, hogy ez karma. Ez a karma. Nem áll, lehetséges? Nem lehetséges, de itt van az egész izé. És kérem, adjon nekem egy arany rögöt, vagy nem tudom, mennyibe kerül, fogalmam sincs, minek a karma, vagy mi. Nem, semmi, mindegy, csak a nézőköz beszéltem, én is szivattam a kasszást, és most engem is szivatnak, vagy valami ilyesmi. Minden személyzetet nem voltál itt, na, de én egy szálat szeretnék. Rendben van, akkor egy arany lesz, uram. Egy arany lesz az ára. Kérem, adjon nekem egy aranyat, és megkapja azt az egy szál gyufát. Ha lehet, kétszer annyi gyufa méreggel a végén. Mi van? Jól van, aki úgy fogja megkapni, csak adjon egy arany rögöt, és el is felejtetjük egymást, hogy jól égjen. Jól van, jól fog égni ez az egy szál gyufa. Jól fog égni. Adj egy aranyat is adott, jól van. Hát akkor oké, igazából ezt fel kéne váltani, nem? Akkor viszont 1-2, akkor viszont 8 arany rögöt visszaadok. Ja, 8 arany rögöt visszaadok. Köszönjük, hogy nálunk vásárolt, ott van a gyufa magánál biztos, nem tudom. További kellemes napot, viszont látásra, adios amigos, hello. De ez kétszer annyi. Ilyen különleges akció, hogy egyet fizet, kétszer annyit kap. Ilyen nagyjából így megy, igen. De nekem ez nem felel meg, mert nem érdekel. Menj innen el. Már kifizette, szólok a supportnak. Szóljon nekik, nem is érdekel. Mennyi oda? Bejelentem önt. Mennyi, nem is érdekel. Ezért ők az egyetlen kasszás, úgy raktak ki. Istenem, hú. Ez már most kezd eléggé durva feladat lenni. Jézusom, mondjuk szegény kasszásra gondoltam volna, hogy mit kell átélni ilyen nap, mint nap. Eléggé sok buta kérdéssel mennek hozzá, meg kéréssel. Hát, ja, tiszteljük a kasszásokat, mert látjátok, mit kell átélniük nagyon sokszor. Ó, látom, én is a következő vevőnk. Ó, nagyon kedves, mert legalább mozgva van. Jó napot, miben segítetek, mit szeretne kapni, vagy nem tudom venni igazából, ja, nem kapni, mert itt mennék el dolgokat, meg ilyenek. Látok! Hát biztos, nem tudom, szemüveg nincs rajta, csak maszkóval, gondolom, hogy jól látsz. Magának nincs bajsza? Mi az, hogy nincs bajszom? Mi az, hogy nincs bajszom? Miért? Mert nincs bajszom? De mi van? A szökmenő! Mi? Most ez mi? És trendy. Na jó, nekem kezd ebből elegem lenni. Mi van? Mi az, hogy nincs bajszom? De figyeljen, magának meg nincs. Igen, nincs bajszom. Más valamit szeretne esetleg, ez a szégyen. Jó van, szégyen vagyok, oké, nincs bajszom. Fú, de utálatos vagyok, meg minden. Komolyan. Menj már innen! Mit akarsz venni? Mondjad, mit szeretnél? Nincs... Na jó, nekem ebből... Húristen, hogy lehet ide hívni valami biztonságért, vagy valamit? Halló? Biztonságőrök, szupportosok, valaki dobja már ki ezt a... Úristen! Van pár napod! Milyen napom? Hagyjál békén, utána visszanézek! Ne! Na már! Nem akarlak itt látni, nem kell visszanézned, légy szíves! Amúgy ezt a leves szeretném! Jó van, oké! Milyen leves szeretné? Azt a leves? Nagyon jó! Akkor ezért kérnék 2 darab aranyrögöt, kérem! Lehúzom az ilyen csipogón, bíp! Vagy nem tudom ezt, hogy szokták, itt is van, nagyon jó! 2 aranyrögöt szeretnék kérni, hogyha esetleg ez így megoldható. Mivel nincs bajsza, egyet kap. Mi van? Ohohoj, nem hiszem el. Jó, nem fogom magamat fejlegesíteni. Oké, ez van, egyet adott, engem nem érdekel. Majd elkapják, majd kívjuk el a rendőröket, mit tudom én. De nem, inkább nem is fogok kiakadni. Én itt vagyok, én vagyok a kasszás, minden rendben van. Nem kell stresszelni semmi. Minden a legnagyobb rendben. Olyan, jön a következő vásárlónk, ő is mazva van. Na, látjátok, mindenki milyen izé okos, meg minden, mindenki mazva van. Szia, jó napot, miben segíthetek, mit szeretne kapni esetleg, vásárolt, vagy nem. Nem tudom. Tudna segíteni? Persze, miben kéne segítenem? Mit vásároltam? Mi az, hogy mit vásárolt? Hát honnan tudjam? Ezt magának kéne tudni, hogy mit vásárolt. Én nem látom, hogy mit vásárolt. Elfelejtettem.
akkor mutassa esetleg, tegye ide a vásárolt termékeit, és akkor lehet, hogy eszébe jut, vagy nem tudom. Nem, most ez komoly amúgy? Most ez komoly? De komolyan ennyire valaki, de nem tudom hova raktam. Akkor keresse meg, nem tudom, vagy vegye meg újból. Fogalmam sincs, nem tudom, nem értek én ehhez. Szerintem egy aranyat vettem. Itt nem lehet aranyat, de nem biztos. Akkor ott van az arany valahol, hozza ide és megveheti, ennyi. Na, meg is az aranyja, jól van, ezt legalább beráztuk. Ó, Istenem, mennyire rossz már kasztásak lennek, amelyen várj. Mondjad mi az? Mi? Mit akartam venni? Ne, ezt nem mondod komolyan, ugye ezt nem mondod komolyan? Ne, most komolyan mondod? Komolyan mondod? De tényleg most őszintén mondd el, légy szíves, esküdj meg, komolyan mondod, hogy mit nem elfelejtettem, mit akartál venni? Igen. Rendben van. Most figyelj már, hallod? Állj be oda, nyugalom. Jó, oké. Na, nagyon jó, tökéletes. Várjatok, oké? Nem mozdulj. Ó, Istenem. Várjatok, valamit szerzünk, mondjuk szerezünk egy ilyet, meg egy ilyet, tökéletes. Ó, Istenem. Nagyon jó, oké, jól csinálod, ez az. Van, de oké, és ordibáld, hogy te vagy a kasszás, én vagyok a kasszás, ordibáld ezt, és akkor sok ingyen aranyat kapsz meg minden, jó? Oké? Ez az, jól csinálod? Oh, Jézusom, oké, mit kell ordibálni? Jó, inkább nem tudom, tűnjünk el innen. Jézusom, srácok, úristen, nagyon, nem, én de nem jövök vissza, szerintem ezt a szépet, ezt hagyjuk. Ez rosszabb, mint gondoltam, ne legyetek kasszások nagyon rossz lenni. Oké. Túléltük legalább, jó, mindegy, legalább ezt is kipróbáltuk. Srácok, köszönöm szépen, hogy tudok fel ebben a videóban. Ha tetszett, tudjátok egy lájkot, meg minden nézzetek fel a csatornámra. Meg ilyenek, tetszett legközelebb. A következő videón megkezdődik a Dani kalandok, nem, a Dani Minecraft nevű csatornámon, ott találkozunk. Hú, sziasztok!